az előadásom témája egy kicsit rendhagyó volt, és arról volt szó bennem, hogy a mai modern implantológiában, ahol gyakorlatilag nagyon sokféle fajta és jó minőségű implantátumok állnak rendelkezésre, hogy ennek ellenére folyamatosan jelennek meg olyan új klinikai kihívások, amely klinikai kihívások gyakorlatilag újféle fajta gondolkodásmódot és talán újféle fajta implantátum fejlesztéseket igényelnek. Én magam egy cég felkérésére annak a Research Development Departmentjébe, tehát egy ilyen kutatásfejlesztő csoportjában dolgozom, és az előadás során olyan fejlesztéseket mutattam be, amelyeket az elmúlt években végeztünk, és megpróbáltam megmutatni, hogy ennek milyen tudományos és milyen szakmai háttere van, és hogy gyakorlatilag hogy jönnek létre új termékek az implantológiában. Talán ez egy másféle fajta előadás, mint amit itt nagyon sokat hallhatnak a fogorvosok, de szerintem érdekes látni, hogy az ő általuk használt implantátumok hogyan alakulnak ki, hogy jönnek létre, milyen szakmai és egyéb aspektusok alapján történik egy ilyen implantátum családfejlesztése. A mini implantátumok egyre nagyobb szerepet játszanak az implantológiában. Európában még nem annyira, de az Amerikai Egyesült Államokban például már a teljes implantátum piacnak több mint a harmada az mini implantátummal történő beavatkozás, illetve azok eladásából származó bevétel, piaci bevétel, tehát egyre növekszik a mini implantátumoknak a szerepe, és kiváltképp azt gondolom, hogy Európában a következő évek, évtizedekben meg fog nőni a mini implantátumoknak a jelentősége azért is, mert egy egyre öregedőbb és egyre inkább előregedő társadalomban élünk Európában, ahol egyre több a teljes fogatlanság, vagy részleges fogatlanság, ez most teljesen mindegy, de olyan betegek jelennek meg, akik az életminőségüknek szeretnék a javulását, de ugyanakkor már nem tudnak, vagy nem akarnak akár medicinális, orvosi, vagy akár anyagi, vagy bármilyen más, vagy egyéni okokból nagy, komplex beavatkozásokat elvégeztetni magukon, hanem szeretnének egy egyszerű, gyors, olyan segítséget, ami például, hogy ennél a példánál maradjunk, az alsó kivehető fogpótlásnál annak a stabilitását hatékonyan elvégzi, és ez nem kell neki 20-szor elmenni a fogorvoshoz, és nem kell nagyon nagy pénzeket kifizetni, hanem kap egy olyan megoldást, amivel ő gyakorlatilag jó minőség, szakmailag jó minőségi szinten, és egyszerűen el van látva. Ezek a mini implantátumok is az elmúlt években, évtizedekben már gyakorlatilag olyan szintre fejlődtek, és olyan mennyiségű és minőségi tapasztalat van velük, hogy ki lehet jelenteni, hogy a mini implantátumoknak igenis megvan a helye az implantológián belül, és nem csak, hogy megvan a helye, hanem azt gondolom, hogy egyre nagyobb lesz a jelentősége.